Ugye, a múlt héten is itt voltál velünk, egy sajnálatos hír kapcsán, ugye, hogy a múzeumok éjszakája rendezvény akkor elmarad, elmaradt a múlt héten, és akkor még arról volt szó, hogy talán majd ezen a hétvégén, vagy jövő hétvégén, tehát hogy valamikor még sikerül megszervezni ezt a rendezvényt, már azonban kiderült, hogy hát az idei esztendőben sajnos elmaradnak a múzeumok éjszakája programsorozat. Így igaz, próbáltuk ugye, időben megtudni azt, hogy meg tudjuk-e valójában szervezni ezt az egészet, viszont az eseményeket figyelembe véve úgy döntött a központi szervezetünk, hogy lehet, hogy az idejében jobb, hogyha nem tartjuk mm. meg, hiszen annyi sok minden történt az elmúlt egy hónapban, hogy főleg tragédiák, amelyeket lehet, hogy jobb, hogyha szem előtt tartunk, és nem feledjük el, viszont a múzeumok és megtartásával talán ennek egy kicsikét vissza Vonnánk azokat a felelősségteljes dolgokat, amelyeket be kéne mutatni. Nagyon sajnáljuk, viszont a mi programaink is úgy készültek el, hogy inkább a nagy közönség számára, tehát hogy tényleg nagy tömegeket mozgasson meg, hiszen a foglalkozásaink, amelyeket előkészítettünk, nem vagy 10, vagy 15 ember, meg nem két-három hónapra van tervezve, hanem valóban egy éjszakára és arra a 6-8 órára, amikor több ezer embert tudunk Igen, nagyon sokan, nagyon így sokan van. megfordulnak a múzeumban. Hát sajnáljuk, majd jövőre, viszont nem maradtunk a héten azért programok nélkül. Ez így igaz, hiszen attól függetlenül igaz a programjainkat, hogy ezt meg kellett nézni, mit tudunk megtölteni, és mit nem, hogy azért illő legyen az eseményekhez. Mi viszont szerencsések voltunk ilyen téren, hiszen egyetlen egy eseményünk marad el, még hozzá a másti 7 órás filmben mutatunk, amely a Néprajzi Múzeumból érkezett volna hozzánk, a Belgrádiból, Viszont az összes többi eseményünk olyan, amely nem fogja felforgatni a dolgokat, és az eseményhez illő, hiszen előadásaink vannak, kurátori vezetéseink, illetve foglalkozást tartottunk ott mindjárt hétfőn 10 órakor, és a mai nap, ugye még folytatódik, hiszen most délben lesz majd egy könyvbemutatónk, a mi évkönyvünknek a bemutatója, a 20. számé, és holnap este 6 órakor zárul ez a rendezvény sorozat, hiszen holnap este 6 órakor Korhetsz fog előadást tartani, illetve korátori vezetést a Pesti Söft család hagyatékából, amely nálunk található, és amely az ő keze által frissül fel, újul meg, és amely hamarosan egyébként majd a Bajai Múzeumban illetve a Magyar Nemzeti Múzeumban fog kiállításra kerülni. Na hát holnap itt leszek bent, úgyhogy erre mindenféleképpen el fogok látogatni, és meghallgatom ezt az előadást, és uh, ugye tárlatvezetést. Tehát akkor a héten fejeződik a Múzeumok Hete Rendezvénysorozat, viszont itt a közeljövőben lesz még egy nagyon fontos uh, rendezvénye, programja a múzeumnak, ami már június 10-éhez kapcsolódik, a szecesszió napjához. Ez így igaz? ugye Szabadka az egyik szecessziós város itt Európában, ahol tényleg mondhatjuk azt, hogy dúl a szecesszió. Mm. Igaz, hogy ugye a historizmusnak bizonyos elemei úgy szintén nagy, nagyban megtalálhatók, mégis a szecesszióról ismert a mi gyönyörű szép városunk, és ennek kapcsán ugye, mivel, hogy június 10-e a Szecesszió világnapja, és mi is tagjai vagyunk ennek a Szecessziós Városok szervezetének, ezért erre a néhány napra, tehát az azt megelőző két-három napra, illetve a szombati napra tervezünk különböző eseményeket. Ez egyébként még titok, hiszen uh -huh. nem szeretnénk uh -huh. előre lelőni a poént, viszont amire felhívnám a figyelmet, hogy május 15-e óta kérésre került egy fotópályázat pont a Szecessziós világnap kapcsán, amely június 10- Tart és amelynek témája egyébként a szecessziós anyagok. Ami ugye azt, szeretné elmesélni, vagy tükrözni, hogy miből is készültek az épületek, milyen anyagok találhatók az épületeken, és ennek kapcsán elkészült egy térkép is, amelyet úgy szintén a közösségi oldalainkon úgy a Kortás Galéria, mint a Szabadkai Városi Múzeum, illetve a Műemlékvédelmi Intézet honlapján, illetve társasági honlapjain meg tudnak találni az érdeklődők, és ott van egyébként leírva, hogy a fotó pályázatnak milyennek ugye a, körül, a követelmények. Követelménye, van. Így. És szeretnék mindenkit búzítani arra, hogy jelentkezzen, hiszen szerintem a térképen található Hát közel száz épület, nagyon érdekes helyeken helyezkedik el, és szerintem érdekes egy kicsit körbe is mm, Kalandúra kaland is lehet így belőle van. a végén. Így van, és egyébként a térkép találhatók a leírások is. Tehát, hogy melyik épületről van szó, hol található, mikor épült is ki az építésze. Hogy szerintem itt azért plusz információkat is megtudunk arról, hogy nem csak ez a néhány központi épület van szecessziós stílusban megépítve, hanem azért sokkal jó, sokkal néhány mind a weboldalatokon van. Így van, Tehát így van. Keresni kell a Szabadkai Városi Múzeum weboldalát, és ott minden információ megtalálható. Anikó, hogyha már itt vagy velünk, akkor szeretném, hogyha beszélgetnénk egy picit magáról a világnapról, a múzeumi világnapról, és hát egy picit visszanyúlnék az időbe. Márciusi hónap folyamán Elsimon László író, költő, kulturpolitikus, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója volt a vendége a Vajdasági Magyar Képzőkutató és Kulturális Központnak, és hát ő az előadásában egy picit arról mesélt, hogy a múzeumnak mi a küldetése és feladata a digitalizált korban. Te, mint a Szabadkai Városi Múzeum igazgatója, ezt hogyan tudnád megfogalmazni, ti hogyan találjátok meg a helyeteket ebben a digitalizált korban? Egy kicsit nehezen. Uh -huh. Ezt azért meg kell mondani, egy kicsit nehezen, azért mert annyira gyorsan változik minden, hogy mire oda jutnánk, hogy sikerül egy valamit megvalósítani, addigra már le kéne cserélni és újra kigondolni. De azért próbálkozunk, és tényleg a kollégák már előre úgy gondolkodnak, hogy a kiállításaink interaktívak legyenek. Tehát ugye a digitalizálás... Azért nem kell, hogy magába foglalja az, hogy ne legyenek tárgyak teljes mértékben. Azért a, az érdeklődőket, a látogatókat megfogja az, hogyha látják a való életben, valóságban azt a tárgyat, nem csak digitalizált formában. Főleg, ha még egy másolata is készül nekem, amit meg tudnak fogni hiszen a tapintásból, a szaglásból, a látásból, a hallásból fogunk megjegyezni dolgokat. Ezért is fontos az, hogy azért a, az érintő képernyőn szereplő tárgyak közül néhány kiállításra kerüljön. Erre egyébként nagyon jó példa, például két állandó tárlatunk is, amely azért ezt nagyon szépen figyelembe vette, méghozzá természettudományi állandó tárlatunk és a nemrég megnyit régészeti állandó tárlatunk. Hiszen ezen a két kiállításon, mivel hogy állandó tárlatokról beszélünk, az érintő képernyők nagyon nagy szerepet játszanak. Látszanak. A régészeti állandó tárlaton és a, a természettudomány is nincsenek nincs sok feliratunk. Tehát a természettudományi még több ö, legenda van, több kiírás van, mese, viszont a régészeti tálaton teljes mértékben eltűnnek ezek. Szó szóval szerint hát mondjuk ilyen 30 vagy 40-re korlátozódott le a kiírásoknak a száma, minden más a digitalizált formában található meg az érintő képernyőkön. Ez talán abban segít nekünk, hogy több információt tudunk eljuttatni a látogatóhoz, de viszont nem fogjuk túl Mind Mindenki tudja, hanem akit érdekel. Így van, az. így van. Tehát például, hogyha bejön az öt éves kislányod, és hogyha őt érdekel valami, akkor meg tudja nézni, meg tehát rá tud kattintani, 3D-ben meg tudja nézni ezt a képet. Mert ez egyébként meg tudja csinálni. Igen, <laughs> igen. Viszont, hogyha érdeklés a szöveg, akkor ugye anya felolvassa neki. Viszont, hogyha anyát jobban érdekli, akár mint a gyárkőcöt, hogy akkor most még egy oldalnyi uh -huh. szövegben le van írva, hogy akár a korszakról, vagy a tájról mit lehet tudni érdekességül, Bened, addig ő viszont el tud szórakozni a pedagógiai sarokban, ahol azért különböző kis foglalkoztató jellegű játékokat tettünk ki, amelyet ő saját maga is ugye meg tud oldani, de akár a szülő segítségével is, tehát ugye itt jönnek be az, hogy azért a, a család alapú foglalkozások sem maradnak ki teljes mértékben. Viszont nagyon nehéz követni a trendet, az mm -hmm. újat, és ezt ugye az anyagi rész, az anyagi vonzata valójában az, ami kicsikét nehezíti, hiszen a különböző tárgyak megvásárlása lenne talán a legnehezebb, hiszen anyagilag ezt azért bírni kell, de a kollégák azért próbálják, hogy a már meglévő tárgyakból is tudjunk gazdálkodni, de a jövőben azért szeretnénk még inkább a digitalizált korszak felé nyitni, mert fontos az, hogy ne csak az idősebb korosztályt fogjuk meg az, hogy igen, van szöveg, el lehet olvasni, kiírások, stb. feliratok, viszont a fiatalokat is pont azzal, hogy a digitalizált korszakban a digitalizált digitalizált játékok, tehát hogy azért a, a kvízek, a különböző foglalkoztató jellegű kirakósok, vagy akár a, a kérdésfelelek, vagy közdösszet, találnak a párját játékok, azért megjeleníthetők lennek le a kiállításokon, amivel azért a tudást is tudjuk bővíteni a fiataloknak, a legkisebbektől egészen a legidősebbekig is akár. Mivel sietsz ugye az évkönyv bemutatójára, ami délben kezdődik a múzeumban, ezért még csak egy rövid kérdés, hogy uh, Elsimon László, ugye a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, ellátogatott hozzátok is. Sikerült-e valami megállapodást kötni például a Nemzeti Múzeummal valami cserebere, esetleg a közeljövőben megvalósulhat-e? Hát igen, egyébként ott uh, szeptember uh, időszakában, tehát a szeptember tájéken, akkor fogjuk majd a, a Söftpesti család kiállítást elvinni oda, hiszen pont akkor lesz egy ilyen időszak, amikor a vallási jellegű tárgyak kiállításai fognak ugye majd szerepelni, illetve helyet kapni, úgyhogy ez lesz az első, illetve már kaptunk felkérést arra, hogy kölcsönözzünk számukra a jövőbeni decemberben nyíló kiállításukhoz egy három öltözéket, hiszen a mennyasszonyi ruhákról lesz majd kiállításuk decemberben. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy a jövőben ez a. Hát odafelé most akkor ez így működik így a történet, ja. reméljük, hogy majd visszafelé is. Így van, fog. hiszen felajánlották egyébként, hogy elhoznának egy régészeti tárlatot hozzánk. Jaj, igen, vendégségbe. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy ennek kapcsán is tudunk majd egy nagyon jó kis megállapodást kötni a jövőben, talán már jövőre is hiszen számunkra azért fontos, hogy az anyaországgal kapcsolatot fenntartsuk, megteremtsük, fenntartsuk, és hogy olyan kérdéseket hozzunk el, amely akár a mi anyagunkhoz kötődik, de akár egy olyan újdonsággal is élhet, mint ahogy például a Becsei Múzeumban ugye sikerült egy nagyon szép, interaktív, mégis egy, egy letisztult kiállítást létrehozni, ahol magyarországi közreműködőkkel dolgoztak együtt a kollégák, és ezt mi is szeretnénk fenntartani, hiszen a Bajai Múzeummal, a Szeged várossal, illetve hát ugye azért a budapesti főbb múzeumokkal is volt már közreműködésünk, de azért nagyon reméljük, hogy a jövőben a Magyar Nemzeti Múzeummal még gazdagabb kiállításokat, még gazdagabb közreműködést tudunk létrehozni, hiszen számunkra ők, mint anyamúzeum, ugye tehát az anyaországban is, tehát az anyamúzeumként is akár elfogadhatóvá válhat, és segítségterén is nagyon sokat tudnának nekünk nyújtani. Így legyen. Összegezve a beszélgetés, tehát még a mai nap folyamán is holnap is várjátok az érdeklődőket programokkal a Múzeumok hete rendezvénysorozat keretében. Hogyha jól emlékszem, akkor egyébként a héten díjmentesen látogatható a múzeum. Ez így, így, igaz, így, igaz? hiszen ugye egész héten a, a, maguk a, az események is mind díjmentesek, így még a mai holnap, illetve a szombati napon is ingyenesen látogatható a múzeum, reggel este hatig, illetve hát ugye az előadás hat órakor kezdődik holnap este, és akkor ameddig csak tart, addig nyugodtan körbe tudnak nézni a látogatók. És készültök június 10-ére a szecesszió mm. napjára, itt pedig a fotókat várják, keresik a Szabadkai Városi Múzeum weboldalát, ahol minden fontos információ információ megtalálható. A vendégem Mihály Lovics Anikó volt az intézmény igazgatója. Köszönöm szépen a tartalmas beszélgetést. Én köszönöm a meghívást, és mindenkit szeretettel várunk.